A harmadik Sugárúti Fesztivál legfontosabb tanulsága talán az volt, hogy minden megkötés, mindenféle korlát nélkül jó volt dunaújvárosinak lenni. Az idősebb korosztály időutazhatott és nosztalgiázhatott, a fiatalabbak pedig kicsit rácsodálkozhattak, hogy régen is volt valahogy, ráadásul valahogy így. És tényleg rengetegen voltak. Ha azt mondjuk, hogy a félváros, nos, nem jártunk messze az igazságtól. Remek volt a Penész zenekar koncertje, Vastapsot aratott Polgár Lilla és Farkas Erik gyermekműsora, majd a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes bemutatója is nagyot ment. Szintén sikert aratott az idén versfűzérrel kiegészített zenelánc. Napközben pedig folyamatosan vetítettek a Kultik moziban. És igazán retro az érzés, öreg ladák, Warburgok, régi mercik és öreg Volvo társaságában. Bacsáék be is öltöztek, és majd nézzék, nejlon otthonka kendővel. És persze hoztak egy ladát, meg egy mercit is. Tavaly kisdobos és úttörök voltunk. Most, hát a férjem kitalációja volt ez az együttes. Hát sajnos nem jutunk úgy végig egy útszakaszon, hogy ne állítsanak meg minket fényképezkedni, úgyhogy örülünk neki nagyon. Picit vissza a zeneláncoz, a pentelei hétpróbához, amiről Szmodics László beszélt. 15-6 ügyességi játékot hoztunk, karika és dugólengető, céldobó, egyensúlyozó és sok minden nagyon egyszerű játékot, amelyik majdnem mindegyike valami hulladék, természetes vagy lakásokban található anyagokból készül. Itt a kezemben például egy madzag végén vesző karika, amit lengetésnél föl kell rá bökni, és sok minden hasonló gólyalábig, patkódobásig bezárólag. Ami pedig a felvonulókat és beöltözőket illeti, na ebből is volt minden. Király György felvette a CCCP feliratú pólóját, fiatal korosztálynak házi feladat, nézzenek utána, hogy ez mit jelent. Szóval Király György persze, hogy felvonult. Vonultam úgy, mert nem látta, vittem egy táblát a George King a díszházattól, és egy hosszú madzagon húztam egy konzervos dobozt a szegényeket képviselve. Majd a szintén a kezdetektől élő program elem csalogatta vissza a Vasműútra a fesztiválozókat, az Almási Music Feed 8 Best of című bemutató egyúttal a Móricz iskola jubileumi sorozatának nulladik napja is volt, hiszen a produkciókban remek blokk erejéig működtek közel az iskola diákjai. A Muki is kiszolgálta a gyerekeket ezen a napon, rengeteg kiskorú mászta meg és élvezte a vonatozást egy helyben. Nagyon tetszik a fesztivál, nagyon sajnálom, hogy nem tudtam beöltözni, de jövőre biztos, hogy fogok magamnak csinálni valamilyen korhű jelmezt, amivel fel tudok majd vonulni. Jelenleg unokázunk, ő neki a Muki, úgyhogy a mi fesztiválunk arról fog szólni, szerintem, hogy órákon keresztül mukizunk. Csodás nap volt, csodás élményekkel, sok-sok vidám pillanattal, sok baráttal, rég látott ismerőssel. Nem kérdés, a Sugárúti Fesztivál igazi közösségi programmá nőtte ki magát városunkban. A nap végén Pintér Tamástól kértünk egy összegzést. Pont ez volt a célunk. Mindig is, amikor szervezünk egy ilyen nagyobb közösségi eseményt, akkor azzal a céllal szervezzük ezeket meg, hogy olyan élményeket adjunk az embereknek, ami majd későbbiekben emlék lehet számukra. És nagyon fontosak azt gondolom, hogy az emlékek, mert a mai nap is bebizonyította ezzel a retrofesztivállal, hogy nagyon sokan szeretnek ezekre a régi dolgokra emlékezni, és beszélgetni az itteni régi dolgokról, dunaújvárosi emlékekről. A mostani koltai előadás is erről szólt, és volt benne egy kis dunaújvárosi emlékezés is, és ez nagyon-nagyon fontos volt számomra is, hogy visszaigazolásként is megkaphattam, hogy még most is, évtizedek után is a Dunaújvárosról nagyon szép emlékei lehetnek az itt élőknek. Ez volt a harmadik Sugárúti Fesztivál. Más vezényszót nem is mondhatnánk, mint arccal a vasút felé, és találkozunk jövőre is.